mert... Jáksója. Ismerkedő show. Jáksó László. Is nyugodtan környékezhetik, csak ha lehet, akkor júj ezt az arcot, amit vágod. Szóval ne adásba, ezt akartam kérdezni. Valamint Novák és Zsolt is nyugodtan környékezhetik. Nem, és Novák is nyugodtan. Nem, abszolút. Mert? Bari Bözsit és Novák és Zsolt, ez a legújabb. Így van. Szia. Puszikat, de csak így üvegfalon keresztül. Üvegfalon keresztül mindent szabad, ezt én mondtam, hivatkozzátok rá, ha lehetséges. Itt van nekünk Rita, aki már az előbb is itt volt. Haló! Haló, itt vagyok. Szervusz Rita. Na, akkor kezdjük a válogatás. Kezdjük. Jó. Haló, ki van a vonalban? Haló, Béla vagyok. Béla. Na, mesélj Béla. Én Nyíregyházi vagyok. Nyíregyházi? Hát pont megfelelsz Ritának. Mi van ma a lányokkal? Mindenki olyan halálos. Halálos. Első ismerkedőnk. Haló, Judit. Halló, szia! Na, jut eszembe Jennifer Page-től a Crush című számot hallottál. Nagyon szeretem ezt én a számot. Én is. Szóval itt van Judit. Halló, milyen vagy te? Mesélj kérlek magadról valamit. Hát, szökerövid hajam van. 17 éves vagyok. Igen? Semmi, lövöldözök. Igen? Kékes szem. Kékes szem. Hát, igen. Nagyon. És milyen legyen a fiú? Milyen legyen? 19-24 között. 19-24, rendeléssel dolgozunk természetesen. Okay. Igen. Igen. Még valamit? Hát legyen jó fej. Szeressen bulizni. Majd meglátjuk. Jó. Na, akkor nézzük, hogy ki van a vonalban. Haló. Gazsi. Gazsi, te hány éves vagy? Rúdvezetékes lámpakészlet. Ezt így egyszerre ki tudtad mondani, mondd el még egyszer. Rúdvezetékes lámpakészlet. Milyen jó. Másik vonal. Haló. Sziasztok. Üdvözlöm a lagunát. Hát, mi valamit még esetleg... Gondolod, ettől több vendég megy oda? Haló. Haló. Nem? Még. Na, még. Jaj, nekem meg ilyen ember. Na, szóval... Rúdvezetékes lámpakészlet. Esetleg valami más nem akarsz mondani? De. Mit? Na, gondolkodj el. Haló, ki van itt? Haló. Jó estét kívánok, Judit miatt telefonál? Igen. Na, ha Judit miatt telefonál, akkor rendelkezésére áll, össze-vissza egy csomó perc. Meséljen valamit magáról. Hát én András vagyok, 176 centi magas, foglalkozásom elektroműszerész. Nagyon jó. És melyik város lakója? Budapest. Budapest, Judit? Tovább. De miért tovább egyébként? Csak hogy tudjam. Haló? Rúdvezetékes lámpa. Abszolút, igen. Haló, ki van a másik vonalban? Senki. A telefonszámunk 06142-6161. Judit, miért rúgtuk ki az előző urat? Én nem akartam kirúgni. Azt mondtam, hogy tovább. Akkor sorry, hív vissza bennünket. Haló? Gazsi. Te is Gazsi? Hány Gazsi van itt egy nap? Kész? Ja, de... Haló? Haló, Danubius Rádió? Danubius Rádió, kezdjük sokkal, hogy Jáksó László vagyok. Hát, ön? Haló, Melinda vagyok. Melinda! Judit miatt telefonál? Nem, szeretnék feliratkozni, mert múlt héten felírt. Kicsit később, azonnal, bármely pillanatban. Haló, ön az utolsó reménységünk, mesélje valamit magáról. Nem, akkor hamarosan folytatjuk az ismerkedést, van még energiád Judit erre, ugyebár? Természetesen. Rendben, Estefan, kiki nyugalomba, Gloria Estefan következik. Mit legyen? És... Bírja a gyermeksírást? Az nem az enyém sír. Ja, jó. Bírja, hogy a szomszéd gyermeke is ott szokott lenni, igen? Igen, és ő szeresse a gyerekemet is. Rendben. És a másik, hogy ha lehet, akkor jöjjön le még ma. Még ma? Hova? Hát, most mondjam meg. Mondd, hát nem egy rossz módszer, mondd kérlek. Kalocsára. Kalocsára le kell menni. Rendben, akkor nézzük ki van a vonalban. Jaj, lehakítja a rádióját, visszahív újra. Na, szóval. Te nem ilyen voltál. De én ilyen vagyok folyamatosan. Haló? Kapta. Még valamit megjárt? Én nem szakítok meg ilyeneket. Ugyan már, haló? Úgy szeretek beszélgetni ilyenekkel. Haló? Jó estét? Nem? Akkor már az előző jobban tetszett. Haló? Nem. Szóval a telefonszámunk, amit ma még nem mondtam. 061-452-6161. Haló, ki van? Jaj, de jó. Rögtön meg is szakadt, olyan zajt csináltunk. Szóval lehet ismerkedni Andival és az ő gyermekével. Haló? Hello, Sexton üdvözli az mirteseket.
Igen. Átadom neki. Hát ha ez egy ilyen üzenő műsor lenne, akkor abszolút helyén lenne. Egyébként ismerkedni nem akarsz, jól értem? Jól érted, szervusz. Szervusz. Másik vonal. Haló. Hülye. Nem tudok veled beszélni, édesapám, ha ennyire félős vagy. Haló. Jól indul a dolog. Úgy érzem, hogy beletapostunk a lovak közé. Ez a két lehetőség van. Vagy gerjed a rádió, vagy lehülyéznek. Haló? Nem, de viszont itt igen. Viszont. Haló? Te voltál az előbb is? Egyszer próbáld már meg tovább mondani. Jó? Mert hát így sose fogunk tudni a végére járni. Én meg úgy szeretném megismerni a családot, az előéletet, ilyesmit. Haló? 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 Jó estét! Haló, szia! Szervusz! Na, visszajön az én visszhangom is, de én vagyok az az országban egyedül, aki tud így beszélni. Andival szeretnél ismerkedni? Igen. Na, mesélj valamit magadról. Mit mondják el? Kérdezni létre. Keresztnév. Árpi vagyok. Testmagasság. 176. Foglalkozás. Kereskedő vagyok. Kereskedő. Le tudsz menni ma a kalocsára? Hová van, Rossi vagy? Budapesti vagyok. Budapesti, de le tudsz menni kalocsára? Hát le tudok, igen. Na, akkor le kellene menni most. Andi, megtaláltuk az embert. Jó lesz? Mondd, hogy jó. Mondjon még valamit magáról. Mondjon még valamit magáról, de nagyon gyorsan. Nem? Megszakad. Andi, megyünk még egy kört? Igen. Akkor jó. Tudom, valaki felvett a telefon, azt mondta, hogy hello, de akkor hív, hogyha adásban van. Igen. Na most hívtam. Mert fiú, ez lehetett a Bari Bözsi. Így van. Nagyon könyörgöm. Tényleg. Na, én az Andreával szeretnék értekezni. Lehet, de halk is le azt a rádiót, ami ott van mellette, mert különben nem tudunk. Jó, így jó. Ugye mennyivel jobb lett? Fantasztikus, miket tud a modern technika. Andi, itt van egy úr. Uram, az ön keresztneve, megint felhangosítottad a rádiót. János. Így nem fogunk tudni beszélgetni. János, kérlek, hová valósi vagy? Hát Budapestre. Budapestre, de elmégy Kalocsára most, ugye, mert Andi... Hány éves? 30 múltam. Az nagyon. Most már 31 leszek, mert inkább úgy mondom. Nagyon jó, annyira jó, szinte süt, viszont el kellene menni Kalocsára most. Most azonnal? Bizony. Hát én elindulok, hogyha meg tudunk beszélni az Andival, tudatáson kívül valami telefonszámot, hogy természetes, közlekedjek, hogy nem mindenki arra induljon ez el. Természetes, nem arról van szó, hogy menjen mindenki Kalocsára és Andi majd válogat, bár ez se rossz. Andi, megfelel az úr? Megfelel az úr? Kérdezem én. Hát én még kérdezem tőle. Na jó, még akár kettőt is. Parancsolj, tessék. Parancsolj, kérlek. Gyerekeket szeretem? Imádom. Elnézést. Mi? Imádom a gyerekeket, azt mondtam. Hát azt szerintem hagyjuk itt ebben a rádióban. Mert nem akarja mondani, van ilyen? Hát nem akarom mondani. Rendben. Elmondom, nem titkosztak, de nem akarom így. Nem, értem. Hát valamivel foglalkozom, valamivel foglalkozom. Így van, Andi, foglalkozik valamivel, és most azonnal indul, hogyha megadod a telefonszámodat neki adáson kívül. Rendben? Megadom. Wow.